Az idei utazás kiállításon jelentette be Győrváros vezetése, hogy a szokásos nyárnyitó koncerten ezúttal az Omega lép fel. Az együttes legutóbb 2007-ben járt a megyeszékhelyen, szintén a négy évszak fesztivál keretein belül, akkor 50 ezeren voltak kíváncsiak a fellépésre. Kóbor János, az Omega frontembere szívesen emlékezik vissza arra a koncertre, így örömmel látogatnak június 15-én újra Győrbe az együttessel. Ez csodálatos volt, egyszerűen az alapja rögtön meg volt adva, hogy nagyon szép idő volt, tehát nem kellett rettegni a szokásos omegás viharoktól, meg esőtől, meg minden. Lenyűgöző volt az a tömeg, minden utcában, amerre elnéztünk, végen láthatatlan, csak embereket lehetett látni. Nagyon jó emléket hagyott bennünk. Természetesen nem csak Győr, hanem az Észak-Dunántúli régió több települése is képviseltette magát az eseményen. A 2010-ben alakult Tata és környéke turisztikai egyesület több településen és a Gerecse vonzás körzetében is változatos programokat kínál azoknak, akik belföldön keresnek kikapcsolódási lehetőséget. Nálunk a turisztikai kínálatnak az alapját elsősorban az aktív ökoturisztikai programok jelentik, amellett persze, hogy Tata mint egy szép barokk kisváros, tehát a kulturális része is egy fontos eleme a kínálatnak, de ugye legkorábban tavasztól már a kerékpározás, lovaglás, túrázás, ez egy fontos része a mi kínálatunknak. Mosonmagyaróvárt a Futura interaktív kiállítás képviselte az idei utazás kiállításon, ahol rögtönzött kísérleteket és látványos bemutatókat csodálhattak meg az érdeklődők. Ezt egy kicsit lezárom, akkor egy kicsit gyorsabban távozik a gázlitrogén, és hogyha ide beleöntöm, ezzel a szerkezettel is leszűkítjük igazából az útját, tehát itt a vinnek, akkor ez itt alapján. Az utazás kiállítás egész hétvégén várja az érdeklődőket a fővárosban, ahol nem csak a régió, hanem az egész ország és szinte az egész világ üdülési kínálatával megismerkedhetnek az utazni vágyók.